Traktoros felvonulás és traktoros vetélkedő a bogáti forgatagon. Itt a helyi gazdálkodók mutatták meg a nagyközönségnek, mennyire bánnak ügyesen a járművel. A vetélkedő iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen a térségben élő lakosok nagy része mezőgazdasági munkákból él, és kíváncsiak voltak arra, ki a legjobb traktoros a környéken. Az első helyezettől azt is megtudtuk, mi kell a jó eredményhez. Elsősorban rutin. Másosorban össze legyen az ember szokva a traktorra, ugye nagyon sokat dolgozom a traktorral, és a traktornak természetesen a műszaki paraméterei fordulékony legyen, és könnyen mozogjon. A vetélkedők mellett természetesen a gasztronómiai élvezetek is előtérbe kerültek. Egy helyi vállalkozó felajánlásából vaddisznópörkölt került az asztalokra. A folytatásban pedig babgulyást, kemencében sült kenyérlángost és vállalkozó kedvű vállai asszonyok jóvoltából finom strudlit is kóstolhattak az ínyencek. Úgy kell kidolgozni a tésztát, mint egy hájas tészta lenne, de bele kell tenni a tejfölt, kefét, ami belevaló, és ezt lehet többfajta töltelékkel, lekvárral, túróval, krumplival, van már hagyomány szerint nem még, de van, ahol már még káposztással is csinálják. Úgyhogy vállaljon, ez a menő, vállalj studi fesztiválkor mindig ezt csináljuk. Úgyhogy most már Bogátra is már háromszor jöttünk el studit sütni. Nagyon nem imádják, nagyon szeretik, hát nem győzünk sütni. A rendezvényen ingyenes szűrővizsgálatokon tájékozódhattak az érdeklődők egészségi állapotukról, valamint színvonalos koncerteken vehettek részt. Színpadra lépett sokak mellett Szandi, Dérheni és Márió is. A bogáti forgatagot immár 11. alkalommal rendezte meg az önkormányzat. A lakosság nagy része nem tud kimozdulni gyerekekkel, családokkal, pihenni, elmenni. Nem biztos, hogy minden családnak megengedni a családi kasszája ebben az anyagi helyzetben, hogy gyerekekkel elmenjenek hosszabb távra, és fizetős belépővel részt vegyenek rendezvényeken. A nyírbogáti forgatagon nincs belépőjegy, ennek forrását mi megpróbáljuk megteremteni, és nem a nyírbogáti kasszát megterhelve ezzel. A forgatag kísérő rendezvényeként kiállítás nyílt a tájházban, a tárlaton helyi amatőr festők alkotásait mutatták be, valamint nyírbogát összegyűjtött régiségeit is megtekinthették az érdeklődők.